razboj za tkanje odavno je samo izložbeni eksponat u etno kući u selu Đurđevo. Ispravan je, ali nema ko da radi na njemu, niti se više pravi domaće predivo od kudelje. Za prikazivanje posetiocima koriste se uske trake iscepane od stare tkanine. Razboj je samo jedan od oko 1200 predmeta koji su sakupljeni u selu Đurđevo i predstavljaju istoriju Rusina u ovom delu Vojvodine. Miroslav Čakan poznaje istoriju i običaje Rusina u selu, pa je nakon penzionisanja bio i najpogodnija ličnost za vodiča kroz ovu zbirku, koja se nalazi u prostorijama nekadašnje osnovne škole u kojoj su deca pohađala nastavu na rusinskom jeziku. Ova zbirka je sakupljena znači negdje 1980. godine prošloga veka, tako kažem, kada je naš mladi jedan sveštenik sakupljao te stvari, numerisao, odlagao, grupisao i tako dalje. I ona je bila pri crkvi tamo i dobila je naziv Rusinska odloga. Znači, to su stvari koje su se koristili, koje su od starih fotografija, donošnje, nameštaja i svega ostalo što po kućanstva što se koristilo pre 100 i više godina. Kada se stvorilo uslovi da ovde u ovoj staroj rusinskoj školi gde je bio stan učitelja dobijemo te prostorije, onda smo deo eksponata preneli ovde i sada je otvoreno da se može u svakog dana svako pogledati. Dve prostorije su namenski, znači nameštene sa nameštajem i stvarima koje su se koristile u svakodnevnom životu, a treća se tematski menja iz godine u godinu da bi se video i ostali deo zbirke predmeta koji su sakupljeni. Pre 10 godina izdat je i katalog, znači svih eksponata, obrađenih eksponata od strane Muzeja Vojvodine, tako da je to u tom smislu vrlo organizovano, dobro urađeno. Problem je što nemamo kompletan prostor da se to sve vidi, jer tamo ima dosta crkvenih knjiga, starih knjiga, eksponata koji su specifični za nešto, imaju neku veću vrednost, pa povremeno mi to izlažemo, ali nema se dovoljno i nema se čak ni profesionalno, sve je to na bazi volonterski i da se to eto tako održava i da se može videti. Od crkvenih knjiga posebno mesto zauzima Jevanđelje, štampano u Sarajevu s kraja 19. veka na staroslovenskom jeziku, kojim se i vrši služba u Rusinskoj crkvi. Posetioce inače najviše zanima priča o detaljima ženske narodne nošnje. Specifično je što je imala neke svoje karakteristike u smislu da se znalo ko nosi baršun, to su nosile devojke, ko nosi fičulu, to su znači ukrasi na glavi, nosile su udate žene, ko nosi maramu, to su bile žene koje su već imale decu i crnu maramu koje su nosile. Znači sve je to bilo definisano. Tako da je ova zbirka ima tu težinu, međutim da je sačuvala dosta takvih stvari. Dosta te nošnje ima i u kulturno-umetničkom društvu, ali nema adekvatnu zaštitu u smislu čuvanja na duži period. Zbog korone, turisti češće nego ranijih godina obilaze Srbiju. To je išlo na ruku turističkim radnicima u opštini Žabalj. Oni su nakon čuruga u turističku turu uvrstili i šetnju Đurđevo. Žele da pokažu onima koji nisu dolazili na selo kako se živi u njemu. A grupe koje su do sada dolazile su posjećivale Rusinsku i Srpsku crkvu, domaćinstvo koje proizvodi lubenice, po čemu je Đurđevo poznato, i zbirku istorije Rusina. Ove grupe što su do sad dolazile u Đurđevo, koje su bile su iznenađene otkud Rusini i ko su oni, što oni rade ovde u Đurđevu, ali naravno kada čuju priču, istoriju kako se opšte Đurđevo naseljavalo, onda se iznenade na jednom odličnom suživotu Srba i Rusina na ovom prostoru. Da li su to ljudi koji zanima istoriju ili jednostavno su nekako došli ovde eto, čisto da vide selo? Pa mislim da ima i jednih i drugih. Mislim da ima i onih znatiželjnih koji
žele da vide i nauče nešto novo o kulturi, tradiciji, opšte ovog kraja, cele Vojvodine, a ima oni koji znaju dobru istoriju, koji žele da dođu da vide sve ove predmete, jer oni su, kažem, popisani, o njima se dosta priča, pripisalo, naročito preko interneta, tako da neki zaista dođu i namenski, ali kažem da je više onih znatiželjnih koji traže neke nove sadržaje. U Đurđevu za najpoznatijeg meštanina smatraju Jašu Bakova, kome su podigli i spomen bistu. Bio je učesnik olimpijskih igara u Berlinu 1936. u skoku s motkom. Sem sportom bavio se prosvetnim radom, umetnošću i negovanjem rusinske kulture. Posetioci Đurđeva saznaju i priču koju je Jaša Bakov ispričao u dokumentarnom filmu reditelja Srđana Karanovića, da je otpevao japansku himnu u sred Tokija nakon što su mu organizatori saopštili da nema više ulaznica za atletska takmičenja na olimpijskim igrama 1964. Koliko je stranaca tu ima? Kaže, došlo je oko 35.000. Pa rekao, je li neko učio, rekao, japanski da bi mogao to ovako da malo razume bolje, tako, pa kaže, slabo. A rekao, da li je neko naučio himnu da peva kad bude otvaranje? Kaže, niko. A ja onda ustanem, stanem onako kulturno, mirno i počnem, razumete, njemu japansku himnu. To je glasilo otprilike ovako. Kimi ga dođe taj glavni činovnik, službenik i meni sve karte za atletski program za 8 dana izbroji. Rusini su se na ove prostore doselili pre 270 godina sa Karpata i prostora koji danas pripada Ukrajini, Poljskoj, Slovačkoj i Rumuniji. Mesta koja su sedišta Rusina u Vojvodini su Krstur, Kucura, Đurđevo, Vrbas, Novi Sad, Bačinci i Šid. Zbog potpune rekonstrukcije zgrade osnovne škole Branko Radičević u Bujanovcu, nastava je preseljena na tri mesta. Najmlađi osnovci su u prostorijama dograđenog dela matične škole gde su i predškolci, dok su stariji učenici u srednjim školama Sveti Sava i Sezai Suroji. U školi Sezai Suroji nastava je organizovana u tri smene. Dve smene su za nastavu na albanskom, jedna za nastavu na srpskom. Zovem se Tanja Babović, šesti sam razred i ova škola je stvarno predivna i mislim da svi cenimo to što su ipak oni, pored svojih đaka, dozvolili nama da idemo u ovu školu. Ideš popodne svaki put, jel ti to nešto remeti, odakle putuješ? Iz Bujanovca sam, živim kod parka, to mi ništa ne remeti, iskreno meni odgovara, idemo stalno sa drugarima, tako da sve je u redu. Znači da bude zajedno polazak odakle? Pa, nađemo se u centru, a ako ima i neko bliže meni, onda idemo do centra zajedno, pa od centra idemo u školu se zajedno. Ja sam Nazir Dulja, idem peti razred i ova škola mi je dobra. Šta ti se više, najviše sviđa, recimo? Ništa. U kojoj si učionici, koliko vas je u odeljenju? U učionici sam sa ovde i... Kako putuješ do škole? Odakle si tačno? Od Giljanski put. Ja ti je daleko? Ne. S kim putuješ do škole? Sa snimam se još jednom tu. Kako je ti omiljeni predmet? Matematika. A kako ti je ovde? Je li toplo? Kakvi su ti uslovi? Je li sve u redu? Dobro. Iz centra Bujanovca đaci idu uglavnom organizovano i zajedno do nove lokacije. Nastava počinje posle podne, čas traje 30 minuta. Rade po planiranom programu i u skladu sa epidemiološkim merama. Mogu da kažem da što se tiče novih uslova od drugog polugođa da je sve u najboljem redu. Jednostavno ova škola i bliže centru i bliže tom nekom, kako da kažem, srpskom delu grada. Tako da su uslovi super, škola je relativno nova, veoma je topla, imaju najbolje uslove za rad. Deca su zadovoljna, bili su skeptični prve nedelje, kao i sve kad je nešto novo, ali za sad je sve super. Sa kolegama, puno njih znam od ranije, sa nekima sam radio po osnovnim školama. Bujanovac je specifično mesto.
i slika koja se prikazuje ponekad nije realna. Situacija je bolja. Ja sam bujanovačko dete, tu sam rođen, tu sam odrastao, evo, tu ću, ako Bog da, i da umrem. Bujanovac je primer saradnje. Za sada je situacija odlična, nema nikakvih problema. Zahvaljujući ljubaznosti ljudi iz ove škole, mi nesmetano držimo nastavu. Nastava se odvija bez problema, nema problema niti među zaposlenima, niti među decom, tako da je sve u najboljem mogućem redu. Da li je nešto promenilo inače praksu osim radnog vremena, pošto je to neko kasno popodne ili treća smena, kako je zovu? Da. Osim radnog vremena i to nužnost iskraćenja časova, sve ostalo je i ostalo isto, s tim što bih napomenula da realno ovdje imamo čak i bolje uslove za rad. Što to tačno znači? Jel koristite i kabinete i koje kabinete? Apsolutno su ljudi ustupili školu nama na korišćenje u skladu sa svim potrebama koje imamo mi kao škola bez ikakvih ograničenja. Po broju učenika, ukupno ih je 1100, osnovna škola Branko Radičević je jedna od najvećih u Pčinjskom okrugu. Zgrada je stara više od pola veka, a prethodnih godina obnovljena je samo stolarija. Rekonstrukcija je počela krajem 2021. godine. Projekat je uradila Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Radi se o kompletnoj rekonstrukciji škole. Grejanje, struja, instalacije, podovi, zidovi, krov sa, da kažemo, posebno sa akcentom na energetsku efikasnost škole. Primljeni smo vrlo srdačno u samom početku, kao i uvek, imali smo odličnu saradnju na nivou i opštine. Utisci su odlični, ponudili su nam svoje prostorije, primili su nas baš onako domaćinski, punog srca. Imali smo kasnije i sastanke sa roditeljima, s obzirom da, eto, potrebno je dogovoriti se s roditeljima, da kažemo, i oko organizacije nastave i oko svega toga. Roditelji su imali razumevanja za celokupnu situaciju i za rekonstrukciju škole, jer je stvarno škola bila u lošem stanju, znači imali smo problem sa grejanjem, sa prokišnjavanjem, znači tako da bili su svesni situacije da nam je sada prilika da konačno stvorimo odlične uslove za naše učenike, i to za najmanje 50, možda i više godina. Mi se trudimo da bude sve kako mi želimo i do sada ja mislim da je na dobrom putu ova naša saradnja, mada mi ranije smo dobro sarađivali kao škole i sa srednjom školom, stručnom školom Sveti Sava i sa svim školama, pošto sam ja u jednom i predsednik aktiva direktora škola u opštini Bujanovac i znam sve direktore, saradnja je na nivou. Bolja nego što možemo da pretpostavimo. Za obnovu je obezbeđeno, navodi direktor osnovne škole Branko Radičević, 245 miliona dinara preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i donacije, a rok za završetak radova je 300 radnih dana. Za to vreme deo učenika i nastavnika biće u prostorijama škole Sezai Suroi, koja je izgrađena pre 10 godina. Zbog COVID epidemije od početka drugog polugodišta kombinovan je model nastave za srednjoškolce. Radimo po drugom modelu, to je odredilo Ministarstvo prosvete na osnovu kriznog štaba, oni su dali predlog i mi poštujemo to. Što se tiče nastave na albanskom jeziku, škola ima ukupno 706 učenika, polovina dolaze ovde, polovina slušaju nastavu ili prate nastavu online. Ja sam u ovoj školi od 2000. godine, ranije sam radio u osnovnoj školi. Zadnje ove dve godine, kao što i vi znate, situacija nije baš najbolja. Trudimo se da izvlačimo ono najbolje, najoptimalnije, ali je teško. To je teško i za decu, i za roditelje, a i za nas. Mi smo morali da se prosto snalazimo, pogotovo mi stariji koji nismo navikli na ovu tehniku, na internet i te stvari, pod stare dane da naučimo nešto novo, što je nama bilo strano do sada.
A učenici su se lakše prilagodili? Naravno. Pa mi smo ušli u njihov teren sada. Sada oni diktiraju uslove. Dobro, ali vi ste ipak nastavnik, ostali ste kao figura koja treba da se poštuje i da, da prenosi znanje. Da, hvala im na tome, oni nas poštuju i uvažavaju to sve, ali nije to to. Mada se trudimo, nije to to. Među 90 nastavnika u srednjoj školi se Zajcu Roji je i Jelena Ranđelović, koja predaje srpski, a govori i albanski jezik. Delim veoma pozitivno iskustvo. Od prvog dana od kad sam došla, to je bilo neke davne 2013. godine, imam samo pozitivne iskustva. Naravno, nije lako učiti jedan jezik koji vam nije maternji, ali uz podršku celokupnog kolektiva, škole, direktora i dece koje su motivisane, naravno da ovo predstavlja pozitivno iskustvo. Znači, predajete srpski? Predajem srpski kao nije maternji jezik učenicima kojima je maternji jezik albanski. Kako to izgleda, da kažem, i komunicirate na albanskom, pretpostavljam, jer vi poznajete albanski? Tako je, pa sad je mnogo lakše, u početku je vratno bilo meni malo teže, zato što nisam govorila jezik. Mislim da je komunikacija svakako bitna i ono što njima utiče kao pozitivan primer jeste to da kada ja govorim, oni se oslobode, vide naravno da i ja grešim i da je to potpuno prirodan proces učenja jezika. Sa druge strane, njima je drago kada vide da ja želim njima da se obratim i na njihovom jeziku, da mogu da ih razumem, da mogu i da pomognem. Samim tim imaju veću želju za učenjem jezika i za ovladavanjem nastavnim planom i programom. Dok se oko 6000 metara kvadratnih renovira u ulici Branka Radičevića u Bujanovcu, otprilike isto toliko prostora u ulici Miđeni delit će učenici albanske, romske i srpske nacionalnosti. Közel 7 éve kezdett el kecskéket tenyészteni Pernyész Viktor. A kezdetekben csak hobbiként indult a jószágnevelés egy kecskével, mára pedig az állományt 20 anyaállat és azok kicsinyei képezik. A fiatal tenyésztő kiemelte, hogy ha számot vetünk, akkor a bejegyzett kecskék utáni állami támogatás kielégítő volt az előző évben, de oda kell figyelni az anyagiakra. Nem egyszerű, támogatást viszont kapunk anyaállatonként, 7000 dinárt, így ez segít bennünket, hogy fent tudjuk őket tartani. Az utóbbi időben sok minden megdrágult a mezőgazdaságban is, így hogy jöttök ki anyagilag? Tehát ez a 7000 dináros támogatás jónak számít? Hát így egyre nehezebben jövünk ki mostanában, próbálunk minél többet legeltetni, de mivel nagy a szárazság, amit a legelők se tudnak már annyi állatot eltartani, mint ezelőtt el tudtak volna. Mit hoz a jövő? Kitartatok a kecsketenyésztés mellett? Mit láttok? Egyenlőre még igen, aztán majd számolunk és meglátjuk, hogy megéri-e vagy nem tovább folytatni a dolgokat. A sertéstenyésztők sem büszkélkednek a 2021-es évvel. Egyre nagyobb befektetésekre van szükség, a hízó és a malacára pedig állandóan ingadozik. Ebből kifolyólag pedig több tenyésztő is felszámolta a gazdaságot. Ami a létszámot illeti, valamennyit csökkentettünk, nagy reményekkel voltunk, fölépítettünk egy új épületet, akartunk terjeszkedni, inkább növelni szerettük volna, de mivel hogy egész éven körösszi, akkor az épület kész, a berendezés nagy része az is meg volt vásárolva, de megálltunk, mert ez a nagyon alacsony árnak köszönhetően. A tejtermelők helyzete sem javult sokat az utóbbi időben, vallják a gazdák. Igaz, a tej felvásárlási árának növekedése jól jött, de ennek ellenére továbbra is csak előállítási ár alatt tudják értékesíteni a termelők. Hiába a több hol termőföld, gyakran vásárolni kell a takarmányt. Az elmúlt időszakban nem csak a tej változatlan ára okozott fejtörést, hanem a prémium kifizetése is. Hiába emelkedett a prémium 10 dinárra, amikor egyes gazdák nem voltak jogosultak arra. Mint kiderült, a prémiumra nem volt jogosult azon termelők többsége, akik felvásárlónak adták át a tejet, nem pedig magának a feldolgozó üzemnek. Közéjük tartozik az oromi Madár József is. A gazda közel 40 éve foglalkozik tejtermeléssel, és azt mondja, hogy ilyen nehéz helyzetben még nem volt ez az ágazat. Ami a prémiumot illeti, mivel hogy mi úgy vagyunk, tehát nem a gyárnak adjuk a tejet, hanem a felvásárlónak, és itten nagyon akadozott a, nem is hogy akadozott, hanem egyszerűen nem kaptunk prémiumot, visszautasították a kérvényünket. Akkor föllebbeztünk, új kérelmet adtunk be, most utoljára megkaptuk a harmadik, a múlt évnek a
a harmadik negyedet, azt megkaptuk szeptembertől kezdve, az a 10 dináros áron számolták el, viszont a tavaly előtti utolsó negyed, meg a tavalyi első kettő negyedet, ez még most függőben van. Az állam igyekszik segíteni a termelőket, például már több mint egy hete adhatják be támogatási kérelmeiket az állattenyésztők a megállett nem törzskönyves tehenek után. 20 ezer dinár igényelhető egy jószágra. Nagy segítséget jelent az állattenyésztőknek a támogatás. A 2021. július 1-je és 2022. június 30-a közötti időszakban utódott a világrahozó állatok után jár a 20 ezer dinára a mezőgazdasági minisztérium pályázatán. Hát most körülbelül lesz egy 14-5, az azt jelenti, hogy 300 ezer dinár. Tavaly 12-re adtam be, 10-re kaptam be, 2-t elütöttek. Egyetlen ágazat sincs a mezőgazdaságban jó helyzetben, így az állattenyésztők sem, mondta Fremond Árpád. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője kiemelte, ami az állattenyésztést az árak mellett leginkább sújtja, az, hogy a mezőgazdasági minisztériumban még mindig vannak késések, és a kifizetések nem történtek meg úgy, ahogy előre volt látva. Rengeteg termelőtől kapok üzenetet, írnak nekem, hívnak, kérdezik, hogy mikor, és mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy nem a mezőgazdasági minisztérium az, aki nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy ezek a támogatások kifizetése kerüljenek, hanem arról van szó, hogy gyakorlatilag a pénzügyminisztériumhoz vagyunk kötve, hogy maga a minisztérium a pénzügyminisztériumhoz van kötve, és a kifizető ügynökségen keresztül akkor történnek meg az utalások, amikor a pénzügyminisztérium előlátja az eszközöket. Természetesen folyamatos ez, csak igen lassú, a pályázatok feldolgozása is igen lassú. Itt beszéltem több képviselői felszólásomban is parlamentben arról, hogy sajnos elég lassan történik meg az ügyeknek az intézése, és hogy a kifizető ügynökségben igazából probléma az erőforrás, tehát nincs elég olyan személy, aki ezeket a pályázatokat át tudja nézni, és időben át tudja őket nézni. Azt az ígéretet kaptunk akkor a minisztertől, hogy lesz majd változtatás, és igyekeznek ők is majd változtatni. Az ipar területén is történtek pozitív változások, ami azt hiszem, hogy sok termelő számára majd lehetőséget jelenthet, hiszen nem kell minden teljes önerőből kifinanszírozni majd a jövőben. Úgyhogy igazából a sok negatív mellett azért voltak pozitív tényezők is, de az igazság, hogy a COVID-helyzet az magára az állattenyésztésre is teljes egészében rányomta a bélyegét. Hát bízunk benne, hogy a 2022-es év az állattenyésztés szempontjából egy jobb év lesz, hiszen kijöttek az új pályázatok. Melyek ezek a pályázatok? A pályázatok két olyan nagy pályázatot említenék, amely fontos lehet, mert az első az, amely a tavalyi év során nem került kiírásra. Itt több mint 1 milliárd dináros keretről beszélünk, itt 50%-os visszatérítések pályázhatnak az állattenyésztők, és ez az 1 milliárd dinárban például közel 600 millió dinár az, ami különböző eszközökre van előlátva. Ez egy népszerű pályázat szokott lenni a termelőknél, de egyébként az épületek felújítására is van egy 250 millió dináros keret előlátva, valamint jószágvásárlásra akár 70 millió dináros keret, de például digitalizációra is az állattenyésztésben van egy 50 milliós keret előlátva ebben az összegben. Ez egy olyan pályázat, amely a tavalyi év során nem került kiírásra, és most itt gyakorlatilag az év elején írták ki. Február 28-ig lesz nyitva a pályázat, és arra biztatok minden állattenyésztőt, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, pályázon. A másik lehetőség egy világbankos pályázat. Itt 50% a visszanemtérítendő támogatás, amit a mezőgazdasági termelő megkap gyakorlatilag, 40% az egy kedvezményes hitel, és mindössze 10% az önrész. Itt 360 millió dinár a keret, és ez a pályázat február 23-áig van nyitva, és itt szintén gyakorlatilag az állattenyésztésben a különböző felszerelésekre és egyéb másra pályázhatnak majd az állattenyésztők. A mezőgazdasági minisztérium költségvetése idén 32 milliárd dinár, ebből az állattenyésztésre több mint 10 milliárd dinár lett betervezve. Emellett megszületett a rendelet, hogy az állattenyésztők milyen támogatásra számíthatnak idén az egyedek után. A tejprémium literenként 10 dinár lesz, fejös tehenenként 25 ezer dináros támogatásra számíthatnak a gazdák, ahogy már említettük, a törzskönyv nélküli tehenekre 20 ezer dinár jár. A hízóbikák után 40 ezer, borjuk és anyakocák
kukoricák után 15 ezer dinár, juhok és kecskék után 7 ezer, baromfik után 60-tól 100 dinár, pulykák után 300 dinár jár, még hasonként marad a 800 dináros támogatás, illetve a bárányok és kecskegidák esetében 2000 dináros támogatásra, a hízósertések után pedig 1000 dináros juttatásra számíthatnak a gazdák.